Pali, neked lenne olyan, amit semmilyen esetben nem ennél meg, nem kóstolnál meg? Bizarr élőlények. Például. Tücsök. Csiga. Még bizarr. Hát tücsköt talán nem szívesen ennél. Tehát lenne egy műsor, mondjuk, ahol azt mondják, hogy hogy a csapatod pontja, nem tudom, mi múlik rajta, akkor se tudnád magadat rávenni? Hát piócát már kóstoltam. Micsoda? Na, hát azért az már elég bizarr. Méhlepényt készítettem. Ne. Hogy mit, hogy? Méhlepényt készítettem. Amikor Pali beközölte, azok után, hogy egyébként felhájpolta magát, hogy ő rántott húst, és sőzgrumpit szokott tenni, és neki minden új, meg minden izgalmas, és beközli, hogy ő egyébként már amúgy, by the way, evett méhlepényt, akkor így szerintem mindenkinek ott volt a tücsök tripelés a feje fölött, és néztünk rá az asztalnál, hogy mi van? Amik még mozognak, meg nagyon tisztelek téged, hogy Ázsiában, és azt mesélted, hogy nem is okozott neked nagy problémát. Nem. Azért én ettől távol maradnék, tehát bogarakat nem szívesen ennék, de lehet, hogy egyszer áttörne bennem ez a gát, akkor utána a kertben is másképp nézzük. De a méhlepényre visszatérve az utolsó. Igen. Palével lehet, és nyelvével elkapná. De a méhlepény, kinek a méhlepénye volt? És miért? Placentom. Ez egy létező gasztronómia lehetőség. Igen, azt hiszem tehén. Na ezért elő voltam közsi ember is. És mi készült benne, főétel, leves, desszert? Főétel. Palinak volt egy pillanat, amikor azt hittem, hogy na, innentől elindul a Best of Pali. Tehát, hogy megtudjuk, hogy méhlepényt evett, hogy deszantos volt, de eszembe kiderül, hogy méhlepényt evett, de csak egy műsor kedvéért. Deszantosokat látott ott abban a században, ahol ő szolgált, ahol egyébként morzézással foglalkozott. Kiderül, hogy Pali, aki egyébként a rántott csirke és a lazac is már izé, és akkor ilyeneket főzött, és hát ezt akkor még, hogy valaki tudtuk. Mindig ugyanaz az úton, ahol jár dolgozni, vagy iskolába, azért néha kirándulhat is. Szép. Ez gyönyörű. Mindig így meglebegtette, hogy van valami sztori, tehát, hogy megtudunk valami különlegeset, valami olyasmit, amitől azt mondjuk, hogy hát persze, hát ez nyilvánvaló. Tehát te Györfi Pali vagy, aki itt fogja és pókemberként lemászik a falon, utána átugrik és közben három embert megment. Tehát, hogy Paliról ez a képünk, és akkor kiderül, hogy hát ő valójában azt, hogy megmentené, de inkább telefonál, vagy utána elmondja azt, hogy hogyan mentették meg mások azt az embert. Tehát tulajdonképpen ott van, de mégsem ő a híró.